Sziasztok, én Váhi István vagyok, és képzeljétek, az történt velem, hogy most még egy jó darabig sajnos nem találkozhatok a kisfiammal, meg a kislányommal, Andrással és Annával, de hogy ne maradjanak esti mese nélkül, ezért mindig, minden este fölveszek nekik egy mesét, amit aztán majd az anyukájuk megmutat. Ez azért van, hogy egy kicsit ő is pihenjen, amíg én nem vagyok otthon, és úgy gondoltam, hogy ha már ők is hallják ezt a mesét, akkor miért ne hallaná az összes gyerek, aki tud magyarul és érti. Ezért tettem ki ide az internetre, remélem már ágyban vagytok, vagy készülöttök lefeküdni, úgyhogy ez a mese szóljon nektek, és elsősorban nekik kettejüknek. És ebből a könyvből fogunk olvasni, ez nem Bogyó és Babóca, hanem Így és Gyula 77 magyar népmeséje, amiből nekem is olvastak, amikor olyan kicsi voltam, mint amilyenek most ti vattok. Mesét pedig úgy választok, hogy egyszerűen belelapozok, és ahol megállt a könyv, vagy ahol kinyílt a könyv, azt a mesét én bizony elolvasom. Ho-ho-ho-ho, akkor kezdjünk is neki. Na. Fanyűvő, vasgyúró, hegyhengergető. Hát hol volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, az óperenciás tengeren is túl, az üveghegyek mellett volt egy szegény embernek egy kis háza. És abban feleségestül maga a szegény ember. Azon sóhajtozott mindig ő is, a felesége is, hogy ó, csak egy fiúk lenne, mert fiúk nem volt. Egyszer az asszony nagy örömmel dicsekedett a férjének. Úgy érzem, anya leszek. Telt, múlt az idő. Eljött a nap, megszületett a kisfiú. Azon tűnődtek, milyen nevet adjanak neki. De mivel az embernek más munkája nem volt, nem tudott megélni csak a favágásból, hát fanyűvő lett a fiú neve. Nőtt a gyerek, szépen fejlődött, erősödött évről évre. Már 6 éves volt, de még mindig szopott. Kibarangolt az apjával az erdőre, segített neki egy kis fát vágni, rőzsét szedni, hogy ne unatkozzon otthon, ha megelégelte a játékot. Egyszer oda ment a kisfiú egy óriási nagy tölgyfához. Tudjátok, milyen a tölgyfa? Na kérdezzétek csak meg anyát vagy apát, majd elmondja nektek. Gyönyörű, szép, sudaras derekú tölgyfa volt. Próbálgatta két kézzel mozgatni, de még csak a levelét sem tudta megmozdítani. Sírva fakadt. Ej, de gyenge gyerek vagyok én! Még a fiú így búslakodott, szomorkodott magában, elébe termett egy öreg emberke. Azt kérdezi a fiútól. Fiam, miért sírdogálsz? Mi a bajod? Nagyon fiatal vagy még. Sírdogálok, mert olyan erős ember szeretnék lenni, hogy ezt a fát tövestől kiszedjem a földből, és oda vigyem, ahová csak akarom. Azt mondja neki az öreg. Ne azon sírdogálj, fiam, azon én segítek. Menj haza, és mondd meg az édesanyádnak, hogy szoptasson még 7 esztendeig. És gyere ki minden esztendőben, aztán a fát próbáld meg megrázni. Megköszönte az öregnek a gyerek, aztán elváltak. Otthon a fiú azt mondja az édesanyjának. Édesanyám, nagyon gyönge vagyok még. Azt mondta nekem egy öreg ember, hogy arra kérjem magát, szoptasson még 7 esztendeig. Jól van, fiam. Majd talán keresünk annyit, hogy jól élhessünk, hogy legyen te elég. Úgy is volt, telt múlt az idő egyik év a másikra. A gyerek kiment a fához minden évben próbálkozni. A 7. esztendőben, mikor ismét 7 év lejárt, már 14 éves volt. Ment, próbálgatta a fát. Megrázta, hogy csak úgy zörgött, hullott a mak róla. Akkor már erős volt. Na, mondja, csak még egy picit. Míg ottan kínlódik a fával, és erőlködik, hogy kihúzza, akármibe kerül is, de nem bírt vele sehogy sem, megint előtte termett az öreg ember. Azt mondja neki. Édes fiam, látom, minden áron erőlködni akarsz, de még gyönge vagy. Eredj haza, mondd meg az anyádnak, hogy szoptasson még 7 esztendeig. Akkor kitéped a fát fél kézzel. Elment a gyerek haza. Mondja az édesanyjának, hogy mit mondott neki az öreg ember megint. Ennyi, édes fiam, mondja neki az anyja. Most már nagy vagy. Nagyon nehéz lesz nekem kibírni, mert nagyon fáj a hátam. De azért meg lesz mégis. Elmúlt 1 esztendő. Elmúlt 2. Eljött a 3. A fiú mindig kiment a fához megpróbálni, de bizony nem ment vele semmire. No, a 4. esztendőben már olyan erőt kapott, hogy belekapaszkodott a fába 2 kézzel. Hol az egyik oldalára dűtötte, hol a másikra. Csak úgy recsegette a gyökere, de mégsem jött ki. Elment hát haza, mondja az anyjának. Édesanyám, igaz, még 3 esztendő van hátra, de akkorára csak elérem, amit akarok.
Hozok akkor olyan szálfát haza, hogy míg élek el... Hozok akkor olyan szálfát haza, hogy amíg élnek, ennek az árából megélnek. Mert nincs olyan pintér az országban, hogy ezt a fát 10 esztendei dongának fel tudják hasítani, abból annyi lesz. Annak az ára pedig maguknak mindenre elég lesz. Mikor lejárt a 3 esztendő, a 3. év végén kiment a gyerek megint a fához. Belekapaszkodott csak úgy félkézzel. Úgy kirántotta a földből, mint a sárgarépát. Fölkapta a vállára, mint egy kéve rőzsét, és ballagott vele haza. Mikor meglátták a falusiak, azt hitték, jön az egész erdő haza. Mert nem vágott le egy ágást sem, csak úgy hozta mindenestől. Mikor ledobta a válláról a fát, akkorát zökkent az udvaron a föld, hogy a kisház egy méterrel lejjebb esett. Megijedt az édesanyja. Ja, édesfiam, mit csináltál? Hát összedől a házunk. Dehogy dől össze, édesanyja, majd építünk magunknak. Hanem most annyit még megteszek, hogy a fát összevágom. Összerakom mind rakásra ölbe, és azután maguk csináljanak vele, amit akarnak. Eladhatják, vagy eltüzelhetik. De én nekem is süssön akkora cipőt, nem cipőt, a cipőt a lábunkra vesszük. Cipót! De én nekem is süssön akkora cipót, hogy egy hétig elég legyen. Az egyfajta kenyér. Kérdezzétek csak meg apát vagy anyát. Meg is sütötte a cipót az anyja. Egy nagy kocsilisztet hozatott a városból, a malomból. Azt mind megsütötte egy cipónak. Mert hát a gyerek jó gyomrú volt, annyit meg tudott tenni, mint más ember 20 évig. Beletette a tarisznyájába a cipót, fogta a favágó bátaját, azzal elindult országot, világot próbálni. Amint megy mendegél országról országra, egyszer látja messziről, hogy egy óriási hegysor van előtte, de egyik hegy jobban gurul, mint a másik. Ugyan mi lehet az? Gondolkozik magában. De nem lát senkit, csak egy kis embert a hegylábánál. Ez a kis ember csak nekivetette a vállát annak a kősziklának, egyet nyomott rajta, s a hegy már felgurult. Gondolkozik magában a fiú. Ej! Ez nagyon erős ember lehet, hogy egy hegyet fel tud emelni, fel tud gurítani. Odaér hozzá, oda köszön. Jó napot, hegyhengergető komám! Adjon Isten, fanyűvő komám, neked is! Azt mondja a fiú. Hát te honnan ismersz engem, hogy én fanyűvő vagyok? Hát hallottam már a híredet, hogy nagyon sok erdőt kicsupáltál félkézzel, úgy, mint az asszonyok a kendert nyáron. De én arra nem járhattam ti felétek, mert arra nincsenek hegyek. Én csak ott szeretek bolyogni, ahol az embereket hol kisegíteni, hol meg bosszantani tudom. Ha megharagítanak, hegyet gurítok a földjükre, aztán jöhetnek hozzám könyörögni, hogy gurítsam vissza. Jobb lesz pájtás, mondja a fiú, ha velem jössz. Menjünk együtt. Azt mondja a hegyhengergető koma. Hát aztán hová menjünk, fanyűvő komám? Merre bolyongjunk a világba? Úgyse találunk neked való munkát. Dehogy nem, mondja a fiú. Találunk, majd ne félj semmit. Én hallottam, hogy van egy király a szomszédországban. Annak van 3 szép lánya. Általában mindig 3 lánya van a királyoknak. Vagy egy. De sose 2. De a király nagy szomorúságba esett, mert egy napon mind a 3 lányát ellopták. Úgy nyomuk veszett, hogy nem tudja senki, hová lettek. Csak mindketten kevesek vagyunk hozzá, még egy társat kell keresni. Nem baj, feleli a hegyhengergető. Van én nekem egy jó komám. Itt van nem is nagyon messze, a vashegyek lábánál, ott gyúrja a vasat. Mennek, mendegélnek. Ha hegy akadt az útjukba, könnyen segítettek rajta, mert hegyhengergető koma egyszerűen félretolta. Ha pedig nagy folyó akadt az útjukba, azon meg a fanyűvő koma segített azzal, hogy kihúzott egy nagy fát a földből, átdobta a vízen, s mint hídon, azon átmentek. Azt mondja a hegyhengergető. Na, fanyűvő komám, 2 vagyunk, de valamelyikünknek vezetőnek kell lenni. Próbáljuk meg, hogy melyikünk erősebb. De ne veszekedjünk, csak próbáljuk. Próbáljuk, na, pájtás, mondta fanyűvő. Rajta, birkózzunk. Összekapaszkodtak birkózni. A hegyhengergető koma úgy a földhöz vágta fanyűvő, hogy bokájáig beleszaladt a lába a földbe. Fanyűvő koma felugrott, és úgy vágta oda hegyhengergető komát, hogy az lement térdig. Ej, koma, mondtáz. Úgy látom, mégis te vagy az erősebb. De próbáljuk meg még egyszer. Összekapaszkodtak 3-szor is. A hegyhengergető belevágta a fanyűvő komát térdig a földbe. Fanyűvő egy kicsit összeszedte magát, aztán úgy vágta a hegyhengergető komát a földhöz, hogy belement derékig.
Kapaszkodik hegyhengergetőkom, ahogy már kimászik a földből, de nagyon nehezen ment neki. Fanyűvőkoma megfogta a kezeit, kihúzta. Na gyere, Pajtás, mondta neki. Most már belátom, Pajtás, feledi hegyhengergető, erősebb vagy, mint én, te leszel a vezér. Mennek, aztán mendegélek. Találkoztak még egy erős emberrel, egy nagy hegyóriás tövében úgy gyúrt egy óriási nagyrakás vasat, mint az asszonyok a tésztát. Oda köszön hozzá a fanyűvőkoma. Adjon Isten jó napot, vasgyúrókomám! Adjon Isten neked is, fanyűvőkomám, felelte az. Hol jártok, mi járatban vagytok? Azt mondja a fanyűvő. Elmegyünk országot, világot próbálni, hát ha valami szerencsénk akad valahol, eljössze velünk. Elmegyek én, Pajtás, csak azt akarom tudni, hogy melyikünk erősebb, melyikünk lesz a vezér. Birkózzunk hát meg. Nem bánom, mondta fanyűvő, gyere vasgyúrókomám, hadd birkózzunk. Összekapaszkodtak. A vasgyúrókoma úgy vágta fanyűvőkomát a földbe, hogy belement térdig. Éj, gondolta fanyűvőkoma, ez nem jó, ennek már erősebb márka van, mint a hegyhengergetőnek. Ebbe jobban bele kell kapaszkodni. Összekapaszkodtak másodszor is. Akkor meg a fanyűvőkoma vágta bele a vasgyúrót, hogy ez belement derékig. Vasgyúró is összeszedte magát, kiugrott. Örre kapta megint a fanyűvőkomát, és ő is belevágta derékig. Fanyűvő kiugrott, mint a labda, elkapta vasgyúrókomát, úgy vágta a földbe, hogy belement nyakig. Azt mondja neki, na látod, komám, most megölhetnélek, mert csak a fejed van ki, de nem bántolak, gyere velem! Belátom, Pajtás, mondta vasgyúró, hogy erősebb vagy, mint én. Szót is fogadok. Hegyhengergető komával együtt a te szavadra hallgatunk. Menjünk együtt mind a hárman, legyünk jó barát. Amint mennek, mendegélnek, hát látnak 12 szekérfélét, mindegyik előtt 4-4 ökör van. Tele vannak a szekerek vassal, de minden süllyedt a sárba úgy, hogy ki se látszanak belőle. Az ökrök hiába csavarognak, hiába forgatják a rudat, nem bírják a szekeret kihúzni. Könyörög az ispán, mert ott van a béresekkel együtt a három komának, hogy segítsenek kihúzni a sárból a szekereket. Na! Mi segítünk szívesen, mondja a fanyűvő, de mit fizet ispán úr, ha kihúzgáljuk magunk a szekereket a sárból? Fogják ki az ökröket minden szekér elől. Nem akarták hinni nekik, de mégis kifogták. Azt mondja az ispán, hogy mindent megfizet, csak mehessenek az úton. Na, azt mondja a fanyűvő. Én nem kérek más, csak annyi vasat adjon nekem, amit az én komám elbír. Azt mondja az ispán. Adok én szívesen, mert van elég. Közben azt gondolta, hogy úgyse bír ez a két-három ember többet két-három nehéz vasnál elvinni. Jó lesz az. Fogta a fanyűvő az első szekér rúdját, egyszerre, mint egy kis talicskát, kirántotta a partra. Így sorban kihúzgálta mind. Akkor odaállt a legelső szekér mellé a két komájával, kihúzott a szekérből két hatalmas szál vasat, s a legvastagabb vasrudat rátette a kettőnek két felül a vállára. Elkezdte rárakni keresztbe a többi vasat. Az egyik szekér már üres lett, az félretaszította. Azt mondta, ez a béres már befoghat. Az ispán csak néz, nem szól semmit. Fanyűvő meg odalép a másik szekér mellé, és rakta tovább a vasat, amit csak mind a 12 szekér kinevőült. Na, most már mehet haza, ispán úr, mondta, hozhat másikat, mi ezzel megyünk. Az ispán megijedt, hogy most mi lesz ő vele. Mit szól neki a király, hogy most ők vas nélkül mennek haza? Nem tehetünk róla, mondta a fanyűvő, erre nekünk szükségünk van. Mentek tovább, elértek egy nagyon nagy pusztára. Ott akkora kazál búzák voltak, amekkorát még ők se láttak soha. Azt mondja a fanyűvő a kazlak gazdájának, mikor beköszönt hozzá. Uram, jó bérért, mi kicsépeljük ezt a gabonát. Egy hét alatt kész lesz az egész, ha megadja, amit kérünk. Azt feleli rá a birtokos. Adok én mindent, amit csak kértek, enni, inni valót, meg pénzt is, amennyi kell. Na jó, mondja fanyűvő, tegyétek le komám a vasat, és te, vasgyúró, állj neki és gyúrjad. Csinálj belőle olyan masinát, amit egy ember úgy meg tud hajtani, mint a köszörűkövet, de az csépeljen és őröljön is. Vasgyúró koma mindjárt hozzáfogott. Elkezdte gyúrni a vasat, hát azon a napon készen is lett. Mindjárt hozzáfogtak csépelni. Egy hengergető hányta a gépbe a búzát, nem kellett oda vágó vagy etető, hányta és már vitte is. Csak a béresnek mondta, hogy vihetik a szálmát, nekik nem kell. Oda hoztak két nagy hombárt, abba az összes gabona belefért.
Egy hét alatt kicsépelték mindet. A hombár tele lett búzával. Amikor elvégezték a munkát, odaálltak a birtokos elé, hogy most már adja ki ő a bérüket. Kérdezi a birtokos, hogy mit kérnek. Nem kérünk mi mást, mondta Fanyő, csak annyi búzát adjon, amennyit elbírunk vinni. Ó, mondja a birtokos, adok én szívesen. Azt mondja a vasgyúró komának a Fanyő koma. Komám, ebből a masinából csinál 200 rudat, alátoljuk a hombár alá. Az meg is csinálta. Na, mondja a Fanyő, most fogjatok meg úgy, mint amikor a vasat hoztátok. A két vállatokon legyen a vége. Próbáljunk, ha lehet, addig menni, amíg oda nem érünk ahhoz a nagy erdőhöz. Úgy is volt. A nagy hombárt felvették, a birtokos nézhetett csak utánuk. Odaértek a nagy erdőhöz, a hombárt letették az erdő szélén. Fanyűvő kihúzott két hatalmas fát a földből, ágait a báltával lecsapkodta. A hombárt a derekán keresztül fektette, aztán megindultak. Azt mondta a vasgyúrónak. Vasgyúró komám, jó kemény karod van. Csinálj nekem egy jó kemény fejszét, de olyat, hogyha a földobom s a hátamra esik, el ne törjön a nyele. Vasgyúró koma meggyúrta a fejszét, beleverte a nyelit. Ez alatt egyszer csak a puszta felül, ahol dolgoztak, jön ám egy iszonyú nagy vatkan. Úgy csattogtatja a nagy agyarait, hogy szikrát is hány. Az úr küldte utánuk, hogy a három embert a vatkan szaggassa széjjel, hogy a búzát vissza tudja vitetni a béreseivel. Azt mondja a Fanyő koma. No, pajtás, majd én elválok vele. Te csak csináld a fejszét. Amikor a vatkan odaért, Fanyűvő akkorát csapott a fejére, hogy az egyik agyara letörött. De a kán megfordult és nekiugrott. Még egyszer rácsapott, eltörött a kán másik agyara is. A harmadik csapásra úgy megütötte, hogy a kán megdöglött. Földobta a hombár tetejére. Jó lesz ez pajtás pecsenyének, de készen már a fejszeim. Azt mondja a vasgyúró koma. Éppen most végeztem el, kiköszörültem. Most már készen van. Na, adj csak ide, hát próbáljam ki. Fogta a Fanyűvő a fejszének a nyelit, megcsavarta a feje fölött, fölhajította a magasba, hogy alig látták. Mikor a fejsze leesett, ráesett a Fanyűvő hátára, s a nyele ketté törött. Azt mondja a Fanyűvő, most gyúrókomán nem jól dolgoztál, gyúrd meg keményebbre, mert eltörött, ennek pedig eltörni nem szabad. Most gyúrókoma meggyúrta a nyelit még keményebbre. Megint fölhajította a levegőbe a fejszét annyira, hogy nem is látták. Mikor a fejsze visszaesett, megint eltörött a nyele. Ej, vasgyúró komá, mondja a Fanyűvő. Te nem jó acélkovács vagy. Megharagudott a vasgyúró koma. Megállj, komám, majd most nem törik el. Meggyúrta olyan keményre, hogy csak úgy szikrázott. Harmadszor aztán, amikor földobta, két nap várták, míg leesett rá a Fanyűvő hátára. No, de akkor már nem törött el a nyele. Na, azt mondja a Fanyűvő, most jó lesz, komám. Fogjátok fel a hombárt, és menjünk. Hús van, kenyér van, valahogy csak megleszünk. Amint megindultak az erdő szélén, néz hátra a hegyhengerkető koma, ha látja, hogy jön egy nagy tüzes bika utánuk. Ugyancsak onnét, ahonnét a vatkán. Megijedtek mind a ketten, majd nem ledobták a hombárt ilyettükben, hogy most a bika agyon szurkálja őket. De a Fanyűvő azt mondta, ne féljetek, majd én elbánok vele, jó fejsze van a kezemben. Mikor a bika utolérte őket, úgy megvágta Fanyűvő, hogy rögtön összerogyott, egy csapásra megdöglött. Vége. Fanyűvő meg földobta a hombár tetejére. Mentek megint tovább. Néz hátra megint a hegyhengergető koma, most egy óriási nagy bivaj jön, de az orrán is fújja a lángot. Olyan mérges volt rájuk, amiért elvitték az úrnak a búzáját. Mert azt a bivajt is az úr küldte utánunk. Hát, odaér hozzájuk a bivaj. A Fanyűvő kiállt vele szemben. Azzal bizony már egy kicsit több dolgákat, jó egy párat kellett rákoppintani, mert minden áron le akarta gázolni. De úgy eltalálta egy ütéssel, hogy a végén az óriási nagy mérges bivaj csak összecsukódott, mint a bécsi bicska. Fogta Fanyűvő, feldobta azt is a hombár tetejére. Na most, mondta, igazán van mind a hármunknak hús. Beértek a városba. Mikor meglátták őket, hogy két ember egy óriási nagy hombárt visz a vállán, a harmadik meg egy óriási báltát, hát mindenki megijedt, hogy micsoda emberek lehetnek ezek. Fanyűvő koma mindjárt kérdés az egyik embertől, hogy merre van a királynak a kastélya, mert ők minden áron ennek a szolgálatába akarnak állni, ha felfogadja őket. Mert ők meg akarják a király lányait szabadítani, mivel hallották, hogy valaki ellopta azokat. Mikor ezt meghallotta a király, szíves örömest kinyitatta a kaput. Csak gyerünk be, mondták, és letették a hombárt. Felmegy a királyhoz a Fanyűvő koma, beköszön illedelmesen.
Adjon Isten jó napot, királyő felsége! Áldjon Isten magának is, vitéz uram, nem ismerem, nem tudom, hogy szólítsam. Azt mondja a fanyűvő, az én nevem fanyűvő. Van nekem még két komám, az egyik neve Vásgyúró, a másik neve pedig, na, tudjátok, figyeltek? Na, hegyhengergető. Hát, ha megfogadna bennünket ő felsége, elvállalnánk, hogy megkeressük azt az utat, amerre elvitték a király kisasszonyokat. És ha csak lehet, meg is szabadítjuk őket. Csak adjon meg nekünk a király ő felsége mindent, amit kérünk. Vagyis adjon 12 szekér kendert és 12 szekér kenyeret. Búzát hoztunk eleget, abból süttethet. És 12 hordó bort és 12 szekér kását, meg egy akkora lábast, amivel egyszerre egy szekér kása megfő. És 12 ökröt, hogy a kását ne kelljen hús nélkül megenni. Megadott a király nekik mindent. Fogták a szekereket, egymás után összekötözték mindet. Megrakottak. Elbúcsúztak a királytól, és mentek az útjukra, ők húzták a szekereket. Amint mennek, beértek egy nagyon nagy erdőbe. Volt az erdő közepén három óriás nagy tölgyfa, annak a tövénél megállapodtak. Na, azt mondja fanyűvő, pajtás, innen tovább nem megyünk, itt letelepedünk. Itt tanyát csapunk, s innen járunk keresni azt az utat, amerre elvitték azt a három király kisasszonyt. Mert a hír az, hogy a kisasszonyokat a föld alatti világba, az alvilágba vitték. De hogy ki és mi, azt nem tudja senki. Tehát azt a lyukat kell először megkeresni, ahova lejárnak. Úgy is volt. Megcsinálták a sátorukat, kunyhót, lábasnak, tűzfalat, mindent. Az első napon kimarad otthon. Otthon marad a hegyhengergető koma, ő főzött. A kását beleöntötte a lábasba, beletette az egész ökröt is, csak a belit dobták ki. Persze megnyúzták ők azért, nem bőröstől főzték. A másik kettő meg elment az erdőbe, keresték az utat. Vasgyúró koma és fanyűvő koma. Egyszer alig, hogy elmúlt dél, beállít a hegyhengergető komához egy összakálló kis emberke. De olyan hosszú szakálla volt, hogy hétrőf is volt. Ezért is nevezték hétrőfösnek. Köszön a kis ember. Jó napot, hegyhengergető komám! Mit csinálsz itt, mit főzöl? Azt mondja az, kását. Adsz-e belőle? Dehogy adok, mondja hegyhengergető, amikor az én két társamnak meg magamnak kell, akkor mit eszünk? Már pedig, felelte a hétrőfös, ha nem adsz, akkor megeszem a hasadról. Azzal az öreg elkapta a hegyhengergető komát, elkezdtek birkózni, nem sokáig tartott, mert a hétrőfös erősebb volt. Odavágta a hegyhengergetőt a földhöz, lekapta a tűzről a nagykátlan kását, ráöntött a hegyhengergető koma hasára, aztán neki hasalt és elkezdett enni. Az megordított, mert égette a hasát a kása, de nem tudott fölkelni. Hiába sísz, koma, mondta neki. Én már eszem, te meg majd aztán. Azzal eltűnt. Hát ez megtörtént. A hétrőfös megette a kását. Hegyhengergető koma nagy üggyel, bajjal föltápászkodott, de bizony nem nagyon volt jó kedve, mert a hasa nagyon fájt. Fogta, feltette a másik lábas kását, tette bele a hús, de az bizony, mikor arra a két társ este hazafelé jött, nagyon főtlen volt. Azok mind a ketten nagyon éhesek voltak, de ő maga is, mert ő sem evett a kásából. Beteg vagyok, mondja hegyhengergető, megbetegedtem. Lehet, hogy a kása nem főtt meg, mert nem is nagyon tudott megfőni, nem volt rá idő. Fanyűvő koma fogja a lábas, leveszi a tűzről. Na gyere koma, azt mondja, enni csak bírsz egy kicsit, ha beteg vagy is. Mert enni muszáj, mert másképp még betegebb leszel. Neki láttak aztán hárman. Megették a kását, pedig az félig nyers volt, a hús is csupa véres volt még benne. Abban a napban nem dolgoztak többet semmit, lefeküdtek és elaludtak reggelig. Másnap a vasgyúró koma maradt otthon, azt mondja. Majd én meghozom a kását, mert hegyhengergető koma bizony lusta volt. De a hegyhengergető koma erre sem szólt semmit, nem mondta el, hogy kivel volt baj, hát próbálja a másik is. Vasgyúró koma fölteszi a kását a tűzre. Megrakta a tüzet, nagyon a hús, beletette mindet. Elővette a kendert, elkezdte fonni a kötelet úgy, ahogy a fanyűvő megparancsolta, hogy milyen vastagra fonja. Hát alig, hogy meghallatszott a távoli városi harangszó, beköszönt hozzá a hétrőfös. Jó napot, vasgyúró koma, mit főzöl? Kását. Adsz-e belőle? Már pajtás, mondja vasgyúró, abból nem eszel, az az én két társamnak kell, meg magamnak. Jó, feleldi a hétrőfös neki is. Akkor megeszem a hasadról. Ezzel összekaptak, birkóztak jó darabig. Most is a hétrőfös lett az erősebb. Oda vágta vasgyúrót, ráöntötte a kását a hasára, és megette róla. Az is belebetegedett ebbe, de nagyon.
Föltette a másik kását főzni, de kötelet nem bírt vonni, mert nagyon égett a hasa. Hazajött a két társa este felé. Már a nap majdnem lement, mire hazaértek, de hiába fáradoztak, mert az utat nem találták, hogy hol kell lemenni az álvilágba. Otthon látják, hogy a vasgyúró koma szintén fekszik. Mi baj ott, pajtás? Kérdi fanyűvő. Te is beteg vagy? Megbetegedtem, pajtás, feleli az. Éppen délkor, már jóformán megfőtt a kása, amikor el kellett a tüzet oltanom. Úgy aztán nem főtt meg a kása, meg a hús. Nem baj, pajtás, feleli fanyűvő, a has gyomor megeszik mindent, ahogy van. Levette a fanyűvő komálkását a tűzről, nekiültek, mint a hárman, szépen megették. De a vasgyűrő koma nem mondta meg, hogy kivel volt baja. Na, mondja fanyűvő, nem baj, pajtás, majd holnap én maradok itthon, ti mentek el a lyukat keresni. Úgy is lett. Harmadnap a fanyűvő koma maradt otthon. Mihely csak ezek elmentek, ő rögtön feltette a kását főni. Beletette az egész ökröt, megrágta a tüzet. Elővette az egyik szekérkendert, rákasztotta egy fágára, elkezdett fonni. Az egyik szekérkender elfogyott, húzta elő a másikat. Délig megfont hatot. Ekkor a rakás kötél volt már, hogy két szekér sem tudta volna elvinni. Na, egyszer, éppen délkor, míg jöttem fonogat fütyörész, oda köszön hozzá is egy kis őszember. Ránéz a kis öregre, az meg megköszönti ebben a szóval. Jó napot, fanyűvő komám! Adjon Isten, hétrőfös komám, neked is! Mit csinálsz, mit dolgozol? Kérdi hétrőfös. Fonom a kötelet, feleli fanyűvő. Azt látom, hát mit főzöl? Kását főzök hússal. Adsz-e belőle? Már ebből, pajtás, mondja fanyűvő. Nem eszel. De, feleli a hétrőfös. Megeszem én neked is a hasadról. Megám, pajtás, tudom, hogy a két társaméről megetted, de az enyémről mégsem fogod. Azzal elkapták kis öreget, a hétrőfös szakállat rácsavarták keze szárára, és csak húzta maga után. Gyere csak, komám, mondta neki, ide ehhez a nagyfához. Fogta aztán a nagyfát, fél kézzel annyira meghálította a derekát, hogy félig behasadt. Hétrőfös szakállát a hasadékba szépen beleillesztette úgy, hogy az öregnek az orra a fa kérgét verte. A nagyfát azzal visszaegyenesítette az állásba, amint volt, mert nem volt kettétörve egészen, csak megrepedve. Az öreg váltig fickandozott ugra, de a szakállát csak nem bírta kihúzni, az annyira beleszorult a fába. A fanyűvő elment szépen a kunyhóba, megrakta a tüzet, hogy csak hadd főjön a kása. Nekiállt a másik kendernek, fontta a kötelet. Tovább fütyöl, dalolt. Elfogyott a kender, mint kész lett a kötél. Olyan hosszú, amilyet ő gondolt. Akkor hozott az erdőből a nagyfáról egy hosszú szál vesszőt. Abból font egy olyan nagy kosarat, hogy abba két ember kényelmesen állva vagy ülve elfért. Este felé lett az idő, mire ez készen lett. Megjött a két társa. Köszöntik mindjárt őt. Na, hogy vagy, fanyűvő koma? Elég jól, komák. Nem betegedtél meg? Én nem, feleli fanyűvő. Megfőzted a kását? Meg. Na, akkor adja, hadd együnk. Gyertek hát, mondja ő, mert én sem ettem. Nekiültek a kásának, megették, jól laktak. Mindegyik egy-egy hordó bort megivott, mert eddig nem ivott egyik sem, eszük ágában sem volt, úgy fájt a hasuk, a kása úgy megégette. De most már íz lett a bor, mert meggyógyultak. Azt mondja fanyűvő koma. Látjátok, pajtársaim, én megfontam a kendert, megcsináltam a kosarat, de megtaláltam a lejáró utat is, hol kell lemenni. Mert az történt, hogy a hétrőfös az alatt az idő alatt addig cibálta a fát, hogy végül is kidüntötte a földből. A fa helyén nagy-nagy lyuk támadt, a fájukon keresztbe akadt. Hétrőfös meg a szakállánál fogva ott lógott a lyukban. Nézzétek, így. Nézzétek csak, pajtársaim, azt mondja, ez mutatta meg nekem a lejárást. Oda hívta fanyűvő mind a két társát. Ott lógott a hétrőfös a lyukban. Fanyűvő fogta éles bátáját, és egyszerűen leborotvált a hétrőfös szakállát. Hétrőfös nagy huppanással leesett, de szakálla ott maradt a fában. Fanyűvő szépen kivette, és összetekerve a zsebibe tette. Ettől mostan még hétszer olyan erős lett, mint amilyen erős volt, mert a hétrőfősnek a szakállában volt a nagy ereje. Na, mondta, gyertek, pajtások, most lefekszünk és reggelig alszunk, aztán majd sorban lemegyünk. Úgy is lett. Másnap reggel fölkeltek korán, a kását megfőzték, jól laktak és munkához fogtak. Hogy ki lesz az első, aki beleül a kosárba, aki lemegy. Hegyhengergetőnek kellett lennie az elsőnek.
Beültették hegyhengergető komát a kosárba, ők meg eresztették lassan a kötélnél fogva lefelé. Egyszer ordít kiabál a hegyhengergető komá kosárba, rángatják, köteles mondja, húzzatok fel, annyi itt a kígyó, béka máj, megesznek, mind rám nyújtogatja a fullánkját. Pedig nem volt ott semmi, hegyhengergető csak megijedt, nem mert lemenni. Beleült most vasgyúró a kosárba. Lement félig a lyukba, már a fele kötél elfogyott, de ő még mindig nem rázták kötelet. De egyszer csak elkezd rángatni a kötelet, ő is nagyon keményen, hogy húzzák föl. No, mit láttál, pajtás, mi a bajod? Kérdezi Fanyi őt. Hű, pajtás, mondja vasgyúró, annyi odalent a tüzes béka, meg kígyó, meg varjú, hogy majd kiválták a szememet, pedig olyan sötétség van, hogy nem láttam a kezemet se. Na, mondja fanyűvő, most már én ülök a kosárba? Csak arra vigyázzatok, hogy amikor háromszor meghúzom a kötelet, az azt jelenti, hogy leértem a földre. Akkor húzzátok föl a kosarat. Ha üres, akkor ereszétek szépen vissza. Azzal fogta fanyűvő a vasnyelű baltács, beleült a kosárba. Eresztette a két társa szívesen lefelé a fanyűvőt, csak nekik ne kelljen lemenni. Csak eresztik lefelé. Fanyűvő egyszer csak alatta világosságot lát. No, talán már leérek, mondta magában, nem messze van. Aztán csak ugyan földet ért. Mégpedig olyan szép országban, olyan szép világrészben, amilyen még ideföl si látott. Kiszállt a kosárból, szétnézett. Megrangatta a kötelet háromszor, nagyon hát egyszer látja, hogy a kosár eltűnik. Húzzák fölfelé. Na jó van, most megvárom, míg visszaeresztik. Míg ottan áldog áll a lyuk mellett, várják kosarat, hogy ereszék vissza, egyszer elébe áll a hétrőfös. Azt mondja neki, fanyűvő, add vissza a szakállamat, látod, alig tudok járni, mert abban volt az erőm, ami volt. Azt mondja neki a fanyűvő, visszaadom, ha megmutatod, hol van a legöregebb királylánynak a kastélya. Azt mondja a hétrőfös, azt megmutatom, pajtás, nézd csak jobbra, annak a nagyhegynek a tetején, ott van egy szárkalábon forgó vár, tiszta részből van. Látod, hogyan csillog, mikor rásüt a nap? Abban lakik a legöregebbik királylány. De hát ahhoz hiába ismész, mert annak a várba te bemenni úgy se tudsz. Mert az mindig forog, s nem lehet megállítani soha, mert annak a gazdája a hétfejű sárkány. Nem bánom én, pajtás, mondja fanyűvő. Megpróbálom, ha az életembe kerül is. Elindult fanyűvő a hegy felé. Oda is ért, mire a nap majdnem hogy lenyugodott. Nézi a várat, de az annyira forog, hogy nem tudja a kilincset elkapni. Ej, mit, majd adok én neked, majd megállsz te magad szerint. Fogta a báltát, megcsapta azt a szárkalábat, amelyiken forgott. A szárkaláb eltörött, a vár meg hanyat esett, s megállt. Fut ki a királylánya nagy zökkenésre, mert a várnak majdnem minden ablaka kipotyogott. Ki jár itt? Az én férjem a hétfejű sárkány minden idegen széttép, akit talál. Nem bánom én, feleli fanyűvő. Akárki is az urad, akárhány feje van is, csak adjál nekem enni, inni, mert ma olyan éhes vagyok, alig látok. Mert tudd meg, hogy apádtól jövök, titeket keresni, mind a hármatokat megszabadítani. Megörült erre a király kisasszony, örömében még táncolni is kezdett. Fanyűvő a nyakába ugrott, megölelte, megcsókolgatta. Jöjjön be, adok én enni, inni valót, eleget. Bement fanyűvő, aztán jól lakott. A királylánya sárkány legerősebb borából hozott neki. Attól 17-szerte erősebb lett, mint amilyen erős volt. Míg ők ott beszélgettek, egyszer kint megpuffan valami. Kérdi a fanyűvő komállánytól. Mi volt ez a puffanás? Jaj, mondja a királylány, a férjem most dobta haza hétmérföldről a buzogányát, útban van, jön haza. Na, feleli fanyűvő, ha ő hétmérföldről haza tudta dobni, én visszadobom neki 14-re, hát menjen vissza érte. Azzal kilépett a szobából, fölkapta a buzogányt, úgy visszaállította, hogy a sárkát majdnem lecsapta. A 14. mérföldön egy óriási erdő közepén egy fa tövébe fúródott bele a buzogány. A sárkának vissza kellett érte repülni. Mikor a sárkány megtalálta a buzogányt, óriásian megharagudott, hogy miféle idegen lehet odahaza, aki meg ő nála is erősebb. Jön ám nagy széllel lobbal haza. Ki jár itt? Kiáltja messziről, mindjárt szétszaggatom. Megy a királylány elébe, s mondja, kedves férjem, ne bánj, csak az én bátyám jött el vendégségbe hozzánk. Na akkor jól van, mondja a sárkány. Szervusz, sógorkám, nyújtja a sárkány azt a roppant karmos mancsát, hogy összetörje vele fanyűvő komának a kezét. De fanyűvő koma úgy megszorította a sárkány mancsát, hogy annak minden ujja kirepett. A sárkány nagyot sziszent. Ejnye, sógor, de kemény a kezed. Hát, feleli fanyűvő, így szoktam odahaza parolázni, sógorkám.
Na gyere, feleli a sárkány, együnk egy kicsit előbb, mert éhes vagyok, azután megbirkózunk. Amelyikünk erősebb, az lesz a győztes. Ettek. Aztán kimentek az udvarra, összekapaszkodtak. A sárkány a fanyűvőkomár térdre ejtette, de a fanyűvőkomár sárkány térdig a földbe vágta. Ennyes ógorkán mondja, az de kemény a kezed. Azzal kiugrott, összekapaszkodtak újra. Harmadszor fanyűvő úgy vágta a sárkányt a földbe, hogy csak a fejei voltak ki. Azzal kapta a fejszét, s a sárkány minden fejét levágta, a nyelveit pedig a tarisznyába rakta. Erre azt mondta a fanyűvő a király kisasszonynak. Rakd össze minden batyudat, és menjünk a lyukhoz, hogy minél előbb hazakerüljél. A király kisasszony kilépett a kastélyból. Volt az oldalán egy részvesző, fanyűvő koma fogta a részveszőt, rácsapott a rézvárra vele. A várból rögtön egy rézalma lett. Fanyűvő beletette a tarisznyájába, a király kisasszony pedig a karjánál fogva szépen a kosárhoz vezette. Beleültette, meg rángatta a kötelet. A kosár elindult fölfelé. Hely, amikor a két társa főt meglátta, hogy egy király kisasszony jött föl, majdnem megvívtak egymással, hogy most melyiknek a felesége legyen. Mert hisz a király azt ígérte, hogy aki megszabadítja, azért lesz mindegyik lánya. A király kisasszony ott maradt velük. Azt mondta, hogy addig nem megy haza az apjához, ha minden nap kását eszik is, míg a két testvére ővele együtt nem mehet. Fanyűvő koma pedig elindult megint odalent. Nézelődik széjjel, hová menne, ha tudna merre. Nézd széjjel hát a hétről, és ott áll megint előtt, és mondja, fanyűvő komá, hát vissza a szakállam hát. Ugye megmutattam a legöregebbi királylány kastélyát. Visszaadom, ha megmutatod a középsőjét is, feleli fanyűvő. Hétrőfös erre azt mondja. Az egy kicsit messzebb van. Látod azt az ezüst színű hegyet? Van azon egy szép vár, tiszta ezüstből. Egy ezüst várjúnak a lábán forog. Oda eljuthatsz, de hogyan szabadulsz meg, azt én sem tudom. Fanyűvő koma csak elindult. Odaér a várhoz, az is forog eszeveszetten. Há, hogyan menjen ő idebe? Még gondolom vele, majd adok én neki is mindjárt. Oda csapott, a várjú lába eltörött, az ezüstvár nagyot csendült, és rögtön megállt. Kilép a király kisasszony, gyönyörű szép lány volt. A fanyívő koma megörült. Na, ez még szebb, mint a másik. Megsegítán ez is. Megszólítja. Jó napot kívánok, király kisasszony. Adjon Isten magának is, feleli az. Hogy mert ide jönni? Az én férjem a kilenc fejű sárkány. Minden ember széttép, akit itt talál. Nem baj, húgom, mondja fanyívő, csak arra kérem, hogy adjon nekem enni, inni, mert nagyon éhes vagyok. Azt adok szívesen, feleli a királylány, van elég. Adott is a király kisasszony neki bőven enni, inni valót. A sárkánynak a legerősebb borából hozott neki. Fanyívő vettől olyan erős lett, hogy mikor kifeszítette a karját, majdnem kipattant az ér belőle. Míg ott beszélgettek, egyszer megpuffant valami az udvaron. A király kisasszony rögtön észrevette, jaj, útban van a sárkány, haza hazadotta a buzogányát. Nem baj, feleli fanyűvő, majd én visszaküldöm neki. Ő 9 mérföldről dobta haza, én visszaküldöm 18-ra. Hát sétáljon utána. Kilépett az udvarra, fölkapta a buzogát, úgy visszaállított a 18 mérföldre, hogy majdnem elütötte a sárkányt. A sárkány nagymérgesen utána repült. Alig tudta megtalálni a borzasztó nagy sárban, amelybe belevágódott. Kihúzta a buzogányát, repült vele haza, kiállt messziről. Ki mert ide jönni, mindjárt szétszaggatom. Kilép elébe a király kisasszony, és mondja, kedves férjem, az édesbátyám jött el hozzánk vendégségbe, ne bánts, nagyon jó ember, csak látogatóba jött. Megörült a sárkány, szervus, sógorkám, csak hogy eljöttél hozzánk. Gyere be, mondta neki, kinyújtva a kezét, mindenféle jó barát. De fanyűvő koma észrevette a sárkány akaratát. Úgy megszorította a sárkány roppant nagy mancsát, hogy kificamította minden ujját. Megijedt a sárkány, ej, sógorkám. De kemény a kezed, de nem baj, gyere be, ebédeljünk együtt. Bementek, megebédeltek, jól beboroztak. Azt mondja a sárkány, na gyere, birkózzunk egy kicsit, melyikünk az erősebb. Kiálltak az udvarra, elkezdtek birkózni. A sárkány fanyűvőkomát belevágta a földbe bokáig. Fanyűvőkoma pedig abban a pillanatban kiugrott, belevágta a sárkányt a földbe térdig. De abban a pillanatban az is kiugrott, belevágta a fanyűvőkomát derékig. A nyűvőkoma is kiugrott, és a sárkányt rögtön derékon kapta. Úgy belevágta a földbe, hogy csak a sok feje maradt ki. Előkapta a fejszélét, és levagdosta a fejeket sorba. A nyelveit meg a tarisznyájába dugta. Aztán bement a király kisasszonyhoz a szobába. Na, kisasszony, szedj el batyuját! Elvezetem a följáró útra, hogy találkoztasson a nénjével. A király kisasszony kilépett a kastélyból. Ő is pálcát viselt az oldalán ezüstből.
Fanyűvő kihúzta az ezüstpálcát, megütötte vele az ezüstvárat, lett abból egy szép ezüstalma. Azt betette a tarisznyájába. A király kisasszony pedig kezénél fogva elvezette a lyukhoz. Amikor odaértek, elbúcsúzott tőle. Beült a király kisasszony a kosárba. Fanyűvő megrángatta a kötelet, elindult a kosár fölfelé. Fanyűvő megamaradt. Megint nézelődik, de nem lát semmit. Tekint kicsit barra, hát ott van a hétrőfös, mondja megint. Fanyűvő, hát vissza a szakállamát. Visszaadom fel, Eliász, ha megmutatod a legkisebb király kisasszonynak a kastélyát is. Ugyan, már kettőt megmutattam, még azt is kéred. Mind a három ékkel, feleli Fanyűvő, két társamnak már lesz felesége, de nekem még nincsen. Azt mondja erre a hétrőfös. Megmutatom, nézd, itt van barra egy aranysárga hegy. Annak a tetején van egy aranyvár, aranyka csalában forog. Elindult a Fanyűvő az aranyhegy felé. Oda is ért hamarosan, de a vár olyan gyorsan forgott, hogy nem láthatta meg még a kapuját sem. Ej, mit gondolom vele, gondolta, majd megállítom én, ha akar, ha nem. Kapta a báltáját, eltörte a réce lábát. Nagy csördüléssel a vár megállt. Szaladt ki a király kisasszony, mondja, ki jár itt, jaj, az én férjem a 12 fejű sárkány, mindenkit széttép, akit itt talál. Nem baj, feleli Fanyűvő. Csak mondja meg neki, hogy én a magas bátyja vagyok, mert én magát minden módon meg akarom szabadítani. Két nénye már fönt van a fölvilágon, már csak magára várnak, mert maga nélkül nem akarnak hazamenni apjukhoz. Mondja erre a királylány, akkor csak jöjjön be. Fanyűvő bement a király kisasszonyhoz, és úgy megszerette, hogy rögtön hűséget esküdött neki. Aztán így szólt hozzá. Adjon nekem enni innivalót, mert nagyon éhes vagyok. Azt lehet, feleli a király kisasszony. Azzal elkezdett neki tálalni. Hozott ételt és bort sokat, hogy Fanyűvő erősebb legyen. Mikor Fanyűvő koma jól lakott, szépen elbeszélgetett a király kisasszonnyal. Egyszer csak nagyot csendül a várudvar, megpuffan valami. A király kisasszony mindjárt kiszalad. Jaj, jaj, azt mondja a férjem, jön haza, haza dobta a buzogányát. Nem baj, feleli Fanyűvő, majd én visszadobom neki. Fölkapta a buzogányt, olyan erővel vágta vissza, hogy útjában a sárkány három fejét leszakította. Nagyon megharagudott a sárkány, hogy a három fejét elvesztette meg, hogy az ő buzogányát valaki visszadobta. Mérges volt, szörnyen ment haza nagy düvel. Már messziről kiáltotta. Ki jár itt, rögtön szétszaggatom? Három fejem már is oda. Szaladt ki a király kisasszony, és mondja, kedves férjem, ne haragudjál, az én kedves bátyám van itt. Eljött hozzánk vendégségbe. Nem akart rosszat tenni neked, csak meg akart tréfálni. Azért dobta a buzogányt vissza, hogy tudd meg, vendéged van ide haza. Na jó van, feleli a sárkány. Szervusz, sógarkám! Csak hogy itt vagy, nem sajnálom, a fejem van már épp elég. Nyújtotta az is a roppant nagy mancsát, hol leszakaszta Fanyűvő ujjait. De Fanyűvő megmarkolta a sárkány mancsát, és összenyomta, mint a tésztát. Fölsziszent a sárkány, mert fájt neki szörnyen. Nem baj, mondta, gyere be, sógorkám, ebédeljünk, egy kicsit pihenünk, aztán birkózunk. Jól lakott a sárkány Fanyűvővel együtt. Úgy beborozott, alig tudott a lábán megállni. Jókedvében elkezdett táncolni. Örült előre, hogy Fanyűvőt megeszi. Kimentek az udvarra birkózni. Hát ebben már több baja volt Fanyűvő komának, mert ez sokkal erősebb volt, mint a másik kettő. Örre kapaszkodtak. A sárkány Fanyűvőt belevágta a földbe térdig, de Fanyűvő is belevágta a sárkány szintén térdig. Kiugrottak, megint összekapaszkodtak. Fanyűvő csak derékig szaladt bele a földbe a második dobásra. Harmadszorra a sárkányt Fanyűvő koma belevágta nyakig. Most már nem bírt a sárkány a földből kimászni. Elkezdte a tüzet okádni. Fanyűvő komát mindenáron meg akarta pörkölni. De a király kisasszony abban a pillanatban két kezében két nagy vödör vizet hozott. Az egyiket a sárkánynak a lángjába locsantotta, a másikat meg Fanyűvő komának a nyakába öntötte, hogy meg ne égjen. Előkapta ekkor Fanyűvő a fejszét, és ledrabolta a sárkány fejét sorba, a nyelveit meg a tarisznyájába tette. Akkor bement a király kisasszonnyal a kastélyba. Hűséget esküdtek egymásnak másodszor is. A király kisasszony összeszedte ruháit, kilépett a kastélyból. Fanyűvő koma kihúzta az aranyvesztőt a tartóból, rácsapott vele a kastélyra. Lett belőle egy aranyálma. Fanyűvő beletette a tarisznyájába a sárkány nyelveihez. Elindultak a lyukhoz, odaértek, megölelték, megcsókolták egymást. Fanyűvő a kisasszony beleültette a kosárba, de ő maga nem ült bele, mert hát a két társa ott fent eltalálja szalájtani a kötelet, és akkor meghalnak mind a ketten. De így egyenként már csak fölérnek. Megrántotta a kötelet, a kosár elindult. Hamarosan üresen vissza is jött. Fanyűvő fogott egy nagykövet, azt tette a kosárba.
Ki akarta próbálni a társait? Megrántotta a kötelet. A kosár elindult fölfelé, ő meg a lyuktól félreállt. Egy kis vártat múlva megpuffant valami. Visszaesett a kosár, a kővel, a kötéllel együtt. Na, ehol-e, mondta magában fanyívő. Éppen ettől tartottam. Ha benne lettem volna, most meghaltam volna. A társaim a halálom akarták. Mikor a harmadik király kisasszony fölért, kilépett a kosárból, a három lány egymás nyakába borult. Sírtak örömükben. Vásgyúró és egy hengergető már megegyeztek, hogy a két király kisasszony az övék lesz. Vitték hát nagy örömmel az apjukhoz a hugukkal együtt. Megörült a király a két fiúnak, azok azt bizonygatták, hogy a sárkányokat ők vágták le mind a hármat. A lányokat meg az úton arra kényszerítették, hogy bizonyítsák, ők öldösték le a sárkányokat, mert különben végeznek velük. Hát a lányok bizonyították is az apjuknak, csak azt nem tudta megmondani Vasgyúró és Hegyhengergető, hogy a harmadik társuk hova lett. És a kisasszonyok is megesküdtek az apjuk előtt, hogy ők addig nem mennek feleségül senkihez, míg a legkisebb király kisasszonynak a vőlegénye meg nem jön. Az pedig még mindig lent volt a föld alatt. Ott kóborolt, jobbra-balra kereste az utat, hogy hogyan tudna följutni. Nem találta meg sehogyan sem. Egyszer néz széjjel, hát ott van a hétrőfös megint, azt mondja. Fanyűvő, add vissza a szakállamat, ugye megmutatta mind a három királylány kastélyát. Visszaadom, feleli az, ha megmutatod az utat, hogy merre mehetek föl a felső világba. Hát, válaszolta a hétrőfös, azon, amelyiken lejöttél. Azon nem lehet, a társaim elárultak. Hát akkor feleli a hétrőfös, van itt egy magas hegye közelben, annak a tetején fészkel egy nagy griffmadár. Ha szépen megkéred és tudsz neki jelenséget vinni, amivel kitart föntig, azt talán fölvisz a hátán. Azt mondja a fanyűvő koma, visszaadom a szakálladat, ha hozol nekem 12 kenyeret, 12 hordóbort és 12 ökröt. Meghozom csak a szakállamat, ad vissza, mondja a hétrőfös. Elő is hajtotta hamarosan a hétrőfös az ökröket. A bort is, a kenyeret is hozta a szekéren. Fanyűvő erre visszaadta a hétrőfösnek a szakállát. Az mindjárt oda nyomta az állához. A szakáll rögtön oda nőtt, úgy, mintha sose lett volna leborotválva. Megörült a hétrőfös, megköszönte fanyűvő komának, hogy a három sárkányt elpusztította, mert az álvilágnak ő volt a királya. Így visszakapja nem csak az erejét, hanem a hatalmát is. Fanyűvő koma pedig elindult a hegynek fölfelé a griffmadárhoz. Nagy vihar volt, amikor fölért a hegytetőre, rögtön meglátta a grifffészkét. Volt a griffmadárnak két kis kölyke. A vihar majd lehordta őket a fészekből. Fanyűvő kapta a köpenyét, ráterítette a madarakra meg önmagára, hogy meg ne fázzon. Mert akkor a jegek estek, mint a feje. Alig, hogy elmúlt a vihar, megsuhan valami. Megjött az öreg madár. Mindjárt neki esett fanyűvő komának, szét akarta szaggatni, de a fiai azt mondták neki, ne bántsa, édesanyám, mert ez a jó ember mentette meg az életünket. Nélküle agyonvertek volna a jegek, akkora vihar volt itt mi nálunk. Azt mondja erre a griff. Mit kívánsz azért, amiért a két fiamat megmentetted? Nem kívánok más, csak vigyél fel a fölvilágra, feleli fanyűvő. Fölviszlek, feleli a griff, csak az út nagyon nehéz ám és nagyon messze van. Odáig nem tudok kitartani. Annyi élelmet nem tudok magamnak szerezni. Kérdi erre a fanyűvő. Körülbelül mennyi lenne elég? 12 ökör, 12 hordóbor, meg 12 kenyér, mondja a griff. No, mondja a fanyűvő. Annyi éppen van. Én meg a tarisznyámból megérek. Akkor menjünk, mondja a griff. Kipihenem magam, és már indulhatunk is. Felrakta a fanyűvő a griff madár hátára az eleséget. Ő még ráült a griff nyakára. A madár elindult, de megmondta neki, ha éhes lesz, jobbra veti a fenyőt, fenyúvó, akkor dobjon a szájába egy kenyeret. Ha pedig balra veti a fejét, akkor dobjon bele egy gyökröt. Ha pedig hanyat veti a fejét, akkor öntsön bele egy hordó bort. Elindultak. Nagy körözéssel indult a madár a levegőbe, abban kapaszkodott mindig följebb, följebb, mindig följebb. Egyszer veti a fejét jobbra, aztán veti balra. Fanyűvő pedig csak dobta bele a kenyeret és az ökröt is, amikor mi kellett. Már jól fölértek annyira, hogy nem hibázott már csak 100 méter, hogy a felső partra a felső világba jussanak. És akkor elfogyott az elemózsia. De kapta a fanyívő komá kését, a combjából levágott egy darab húst, mert a madár kezdett forgolódni, ahogy visszaesik. Attól a darab hústól olyan erős lett, hogy két szár legyintéssel már fenn is volt. Ott fent a fanyívő koma leszállt a madár hátáról, azt kérdi tőle a madár. Mondja, ember, micsoda falat húst dobtál utoljára a számba? A combomból vágtam egy darabot, mondja fanyűvő. No, feleli a griff. Ha tudtam volna, hogy az ember hústól ilyen erőt kapok, hát hiába mentetted meg a fiaimat a haláltól, de megettelek volna. De hát mivel megmentetted az életemet, és nem engedted, hogy visszaesek, ide néz, visszaadom a húst. Akkor azzal kidobta a húst a szájából. Fanyűvő visszaillesztette a helyére. Akkor azt mondta a madár.
Húz ki a bálszárnyamból egy tollat. Abban olyan nedvesség van, hogy akármilyen vágást vagy sebet bekensz vele, sosem látszik meg a helye, hogy hol lett megvágva. Tedd el, ennek valamikor még hasznát veheted. Fanyűvő bekente el sebeit, aztán elbúcsúzott a madártól. A Griffith szerepült a hazájába. Fanyűvő meg elindult most az útjára keresni ezt az országot, ahol ő a királlyal megalkudott. De most már ő sem tudta, hogy hol van vagy merre, csak bolygott a világgal. De olyan szerencséje akadt, hogy útjába találkozott egy régi ismerőssel, az meg elicsekedett neki, hogy éppen vendégségbe megy, nagy lakodalom lesz a szomszédország királyánál. Két vitéz megszabadította a három király három lányát. Na mondja, fanyűvő, akkor pajtás, én is elmegyek veled. Mentek aztán sokáig, hát egyszer csak beértek abban a városba, amelyben a király lakott. Mennek egyenest a királyi kastély elé, kéreckednek be, hogy hát ők is eljöttek a vendégségbe. Mikor hegyhengergető meg vasgyúró meglátta, hogy fanyűvő koma megjött, szörnyen megijedtek. Futottak mindjárt a királyhoz árulkodni, hogy ide jön egy olyan ember, aki vesztükre tör, ha meglátja őket a királlyal. Szerencsére meglátta fanyűvőt a legkisebbik király kisasszony is. Nem szólt semmit, nem árult el, mondta az apjának. Édesapám, azt az embert, aki most jön, semmi módon ne engedje, hogy valaki megbántsa vagy bezárja? Az lesz a mi legkedvesebb vendégünk. A király megígérte, hogy nem lesz semmi bántódása, bátran ott lehet a vendégségben. Készülöttek is a nagy lakodalomhoz. De hát csak a két király kisasszony menyasszony, a harmadik nem. Annak nincs főlegénye. Mondja a király kisasszony az édesapjának. Édesapám, hívasd ide minden vendégeidet sorba elibén. Vonuljanak el előttem, hát ha megtalálom köztük azt, akit én keresek. Akkor nem bánom, megyek én is esküvőre. A király megígérte, hogy megengedi. És ki is hirdette mindjárt, hogy aki a királyi mennyegzőn vendég akar lenni, az a kastély előtt mind vonuljon föl. Fanyűvő koma leghátulsónak maradt. Már elment minden vendég, s a király szomorkodott, hogy nem lesz a legkisebb lányának vőlegénye. De egyszer lám, föluljong a legkisebbik király kisasszony, s mondja. Édesapám, megvan, itt van ez az! Melyik az édeslányom, mutass csak, kérdi a király. A királylány oda vezette fanyűvőt a király elébe. Az rögtön felismerte. Ja, édes fiam, hisz te vagy az, aki én tőlem 12 ökröt, 12 szekér kását, 12 szekér kendet és 12 szekér kenyeret kértél? Igen, én vagyok, mondja erre fanyűvő. Hát hogyan, kérdezi a király, hogy te nem jöttél a két társaddal együtt haza? Elmondta erre fanyűvő a királynak, hogy hogyan járt velük. Mikor a király kisasszonyokat már mind fölküldte, utolsónak ő lett volna a negyedik. De őt fél útról vissza akarták dobni, hogy halljon meg. Hanem ő okosabb volt, mert egy követ tett a kosárba, s így élve maradt, csak a követ dobták vissza. Azt mondja erre a király. Mi büntetést adjak én ennek a két gazfickónak? Semmit, királyő felsége, feleli fanyűvő. Hagyja csak úgy, ahogy vannak. Legyenek csak a királyő felsége vejei, de ne ebben az országban. A király szépen fölkészítette fanyűvő komát, legszebb ruháját ajánlotta neki, mint ifjú királynak. Így mentek az esküvőre mind a hárma, mind a három pár. Vasgyúró és hegyhengergető bocsánatot kért fanyűvőtől, amiért olyan huncutok voltak vele. Lakodalom után fanyűvő elővette a tarisznyát, megmutatta a királynak a három almát. Nézze, királyő felsége, ez a legöregebbik lánynak a kastélya, egy rész szárkalábon forgó vár. Ez pedig egy ezüstvár gyulábon forgó vár, ez a középső lányé. Ahová én ezeket eldobom, vasgyúró és hegyhengergető oda menjenek lakni. Ez a harmadik pedig, ez az aranykacsalábon forgó aranyvár, ez itt marad. Azzal fogta a rézalmát, úgy elhajította kelet felé, hogy azután vasgyúró meg a felesége álló hónapig utazott, mire megtalálták. A másik almát meg eldobta nyugat felé. Hegyhengergető két hónapig utazott a feleségével, mire odaértek. A harmadikat pedig fanyívő odavágta az udvarban a földhöz. Királykastély helyett kacsalábon forgó aranyvár termett ott egyszerűen. Otthon maradtak hát békében. Még ma is élnek, ha meg nem haltak. Itt a vége, tedd a jégre, majd elcsúszik valamerre. Ennyi volt a mai mese. Nagyon fontos, hogy egy jó alapos kézmosás után feküdjetek le aludni ti is, és maradjatok gyerekek. Sziasztok!